A PMFC MB2-es labdarúgó csapata vasárnap a Nyíregyháza Spartacus FC-t látta vendégül a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában. Weitner Ádám együttese 3 győzelemmel és 3 döntetlennel várta a hazai találkozót. Sérülés miatt hiányzott futó és terbe, előbbi a DVTK elleni mérkőzésen szenvedett külső tért szalagszakadást, még utóbbi kulcscsontficam miatt nem állt a szakmai stáb rendelkezésére. A találkozó előtt hivatalos keretek között a kezdőkörben búcsúztatták el a nyugdíjba vonuló Koller Viktort, aki korábban hátvédként csaknem 400 tétmérkőzésen viselte a Pécsi Dózsa és a PMSC mezét, még az utóbbi bő egy évtizedben a klub kollégiumában segédkezett nevelőtanárként. Koller Viktor végezte el a bajnoki összecsapás előtti kezdőrúgást is. Fölényben kezdte a mérkőzést a PMFC. A 11. percben Harsányi baloldali szabadrúgása veszélyesen szállt a kapu elé, amit sikerült ugyan megcsúsztatni, ám gól nem született a lehetőségből. Kicsivel később egy szép támadás végén Hadaró adta be a labdát, ami kissé magas volt Tóth Gábor Kristófnak, aki nem tudta kellőképpen kapura fejelni azt. A 28. percben Adamczyk 30 méterről középről vállalt el egy lövést, ami Helesfainak nem okozott gondot. A 32. percben Tóth Gábor Kristóf kapott remek labdát a 16-os előtt, 17 méterről a jobb alsóba tartó lövését azonban nagy szögletre mentette. 5 perccel az első félidő rendes játékideje előtt Nikicser ígéretesnek tűnő lövését blokkolták a vendégek, majd Rácz bólintása szállt a nyíregyházi kapu mellé. A 43. percben Harsányi adott be balról, középen Tóth Gábor Kristóf épp hogy nem érte el a labdát. Nem született gól az első félidőben, így 0-0-ás állásnál vonultak pihenőre a csapatok. Az 52. percben Adamczyk csúszott rá hátulról Kocsis lábára, a PMFC korábbi játékosa sárga lappal megúszta a szabálytalan megmozdulást. 10 perccel később Harsányi adott be egy szögletet balról, miközben az ötösön belül Katonát vitte földre egy vendégjátékos. A játékvezető azonban nem látta szabálytalannak a büntető gyanús esetet. A 76. percben egy hajszállal csúszott csak le a vezetés megszerzéséről a Pécs. Harsányi passzát Tóth Gábor Kristóf továbbította az üresen maradt vendégkapu irányába, ám egy védő bevetődve hatalmasat tudott menteni. Hadaró baloldali beadását Tóth Gábor Kristóf a jobb kapufára fejelte, a kipattanót Harsányi vágta fölé. A 84. percben pedig a korábban csereként beálló Hegedűs beadását nagy húzta le a hosszúnál egyedül érkező Harsányi elől. Bár a találkozón többet tett a győzelem megszerzése érdekében Weitner Ádám együttese, ezúttal megosztoztak a pontokon a csapatok, ugyanakkor a PMFC megőrizte veretlenségét. 3 győzelemmel és 4 döntetlennel továbbra is előkelő helyen áll a csapat a tabellán. Mondhatnám az eddigi eredményeink alapján, hogy most csalódott vagyok, mert nem sikerült hazai pályán nyerni. Persze csalódott vagyok, mert minden meccsen nyerni szeretnénk, de nem tudom a fiúkat most megróni semmiért, mert aki kim volt a meccsen és látta, beleadtak mindent a mai mérkőzés alapján. Az ellenfélnek helyzete nem volt. Az első fél időben kicsit ész nélkül játszottunk, és nem voltunk türelmesek. A második fél időben többet forgattuk a játékot, de be kell vallani. Tehát a Nyíregyházának jó játékosai vannak, egy pontért jöttek ide, mindent megtettek annak érdekében, hogy legalább egy pontot hazavigyenek, még nem tudtuk őket feltörni. Ezen kell fejlődni a továbbiakban, hogy ez megvalósuljon. Nagyon küzdelmes, én azt mondom, a 0-0 ellenére egy jó iramú mérkőzés volt. Talán ugye a gól hiányzott mind a két csapat játékából. Ami nálunk a legnagyobb pozitívum, hogy a eddigi 6 mérkőzésünkben minden meccsen kaptunk gólt, a mai mérkőzésen hála Istennek lehoztuk 0-ra. Sajnos most éppen a támadójátékunk, ami eddig azért az utolsó meccseken azért rúgtunk gólokat, ami hiányzott, nem volt annyi, de hozzá kell tennem, mondom, a Pécs igazolta jó hírét, tehát nem véletlen, hogy veretlen még a bajnokságban. Tehát nem volt könnyű, hiába labdát szereztünk, azonnal visszatámadtak, nehezen tudtuk építkezni. Talán a mérkőzés utolsó 15-20 percben lett volna egy pár lehetőségünk, hogy gólt szerezzünk. Nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy a meccs összkép alapján reális eredmény a döntetlen. Folytatás szeptember 11-én vasárnap 17 órakor az Eto FC Győr ellen Idegenben.